A kétoldalú gazdasági kapcsolatokról tárgyalt Kairóban Nicolae Ciuca miniszterelnök egyiptomi hivatali kollégájával. Románia műtrágyát készül importálni Egyiptomból, cserébe pedig gabonát adna az afrikai országnak. A tárgyaláson a cseppfolyósított gáz behozataláról is szó esett. Kétnapos munkalátogatást tett a hétvégén Egyiptomban Nicolae Ciuca. A miniszterelnök hangsúlyozta, számos együttműködési lehetőséget azonosítottak. Románia műtrágyát készül importálni Egyiptomból, az afrikai ország pedig gabonát Romániából. Kollégája Mustafa Madbuli elmondta, hogy Egyiptom elsősorban műtrágyát és petrolkémiai termékeket tudna Romániába exportálni, míg országa növelni a gabona behozatalát Romániából. Örülök annak, hogy ezekkel a kihívásokkal teli időkben lehetőségünk van arra, hogy megerősítsük kétoldali kapcsolatainkat. Természetesen most a legfontosabb az, hogy olyan prioritásokra összpontosítsunk, amelyek állampolgáraink életét a leginkább befolyásolják. Egyiptomi hivatali kollégája arról biztosította a román kormányfőt, hogy hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy az afrikai szabadkereskedelmi övezeten keresztül a román vállalatok hozzáférhessenek az afrikai piacokhoz. Vasárnap a kormányfő Abdel Fattah el-Sisi egyiptomi elnökkel és Tarek el-Molla kőolajipari miniszterrel is tárgyalt, utóbbival közös energetikai projektekről. A találkozót követően Nicolae Ciuca beszámolta arról, hogy Románia érdekelt abban, hogy kiegészítse a hazai fogyasztási szükségleteit egyiptomi cseppfolyósított gázzal, mindaddig, amíg beindul a Fekete-tengeri gáz kitermelése.